Szent István. Gyilkosok és utódok. István joggal hihette azt sokáig, hogy Imre hercegnél, ha keresne, akkor sem találhatna különb örököst. Kiváló nevelésben részesült Szent Gellért által. A hatalomgyakorlást közelről szemlélhette apja mellett, és számára írta meg István az Intelmet című művét, amelyben uralkodási jó tanácsokkal látta el. Megkapta a bihari dukátust, tehát az ország egyharmadát, és ő vezette a királyi testőrséget is. Vitézségével kitűnt a Konrád császár hadai felett aratott diadalban, majd a német-római birodalommal folytatott béketárgyaláson is ő képviselte hazánkat. Az ígéretes trónörökös azonban életét vesztette. A haláleset körülményei a mai napig rejtélyesek. A krónikák helyszínként a bihari Ikfon erdőséget jelölték meg, más feltételezések szerint a bakonyban lelte halálát. Minden esetre a jóval az eset után írt hazai krónikák nem szólnak semmiféle vadkarról. A fenevad által okozott halálról egyedül az egyébként több tekintetben hiteles Hildesheimi évkönyv számol be. Az elmúlt ezer esztendőben számos elmélet látott napvilágot Imre halálával kapcsolatban. Egyesek szerint az Árpádok közül származó Vazulhoz köthető a feltételezett gyilkosság, mások a megrögzött pogánysága miatt élve eltemetett Tonuzoba híveinek bosszúját látják az esetben, akinek a neve Vatkant jelent. De külső erők is állhattak a gyilkosság mögött. Alig egy esztendővel járunk a németekkel kötött béke után. Imrét, amellett, hogy a magyar trón örököse volt, édesanyja révén az előző német-római császár unokaöccseként, akár a császári korona várományosaként is számon tarthatták, ami könnyen lehet, hogy nem volt ínyére a nemrég legyőzött Konrádnak. Megint más forrás akár mérgezésre is engedhet következtetni. A lengyel-magyar krónika ugyanis azt jegyezte fel, hogy Imre herceg súlyos beteg lett, és 8 napi gyengélkedés után elhunyt. Akárhogy is történt, Istvánt igencsak megviselte fia halála. Szent Imrét a királyi családból elsőként helyezték örök nyugalomra Fehérváron. Országát igazán megbízható trónörökös híján az idős uralkodó Szűz Mária oltalmába ajánlotta a legendák szerint. Idővel kijelölte új utódját, unokaöccsét, a Velencei Dózse és nővére fiát, Orzeoló Pétert. Ellene szólt velencei származása, a hazai viszonyok szerényebb ismerete, mellette szólt viszont kereszténysége, és a király számára ez döntő érv volt. Bizonyára jól látta István, hogy még udvarában sem mindenki elkötelezett híve az új hitnek, ahogyan azt is helyesen érzékelte, hogy még komoly erőfeszítésre van szükség a kereszténység megszilárdításához. Éppen emiatt nem döntött unokatestvére Vazul mellett, aki talán bizánci rítus szerint megkeresztelkedett, de nem remélte tőle művének folytatását. A pogányságba való visszafordulás ráadásul könnyen lehet, hogy német beavatkozást vont volna maga után. Vazul viszont nem törődött bele abba, hogy Péter kapja meg helyette a koronát, és az egyik legenda szerint összeesküvést szervezett, aminek következményeként István előbb elfogadta, majd alkalmatlanná tette az uralkodásra, kitolatta szemeit, fiait pedig száműzte. A 14. századi krónika kompozíció szerint még forró olmot is öntöttek Vazul fülébe, bár ennek hitelessége erősen kétséges. A trónutódlás kérdésével és betegségeivel küzdő Szent István 41 évnyi uralkodás után 1038. augusztus 15-én tért meg teremtőjéhez. Fia mellé temették el Fehérváron. Az utókor nem csak első királyként és szentként tartja számon. Életművének évszázadokon átívelő hatását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a későbbi királyok mítikus ősként tekintettek rá. Tőle származtatták hatalmukat és jogaikat,
Például az általa uralkodásra alkalmatlanná tett vazul utóda László is, aki még szentté is avattatta. A legtöbb középkori uralkodónk Istvánhoz hasonlóan a Nagyboldogasszony bazilikát választotta végső nyughelyül. István király elévülhetetlen érdeme, hogy egységbe kovácsolta a Kárpát-medencét, új típusú államot alapított, amellyel csatlakozott a keresztény Európához. A vármegye rendszerrel együtt összes püspöksége túlélte az elmúlt 1000 év minden viharát. A mai Magyarország is Szent Istváni alapokon nyugszik.